A Szálkai Kistavat körbefutó kerékpárút építését tervezi a település polgármestere. Szálkán mindössze alig több mint 600-an laknak, a kis faluban viszont 24 szálláshelyen több mint 230 vendégágy áll a turisták rendelkezésére. A település legfontosabb bevételi forrása tehát a turizmus. A falu polgármestere azt mondja, ha megépül a kerékpárút, Szálka még vonzóbb turisztikai célponttá válhat. És ez már az egy tetemes embermennyiség, akik hát ide ezt tudnák használni, és ugye, ahogy itt el is hangzott, nem csak Szálka, hanem a környék települései, és hát ezt igénybe tudnák venni. Ott lenne az a híd. Igen, az a bekötő. Ott lenne a híd. A Szálkai tavat körbefutó kerékpárút megépítéséhez pályázati pénzre lenne szüksége a falunak. Ebben segíthet nekik a Tolna megyei önkormányzat, aminek az alelnöke most településről településre járva méri fel, hogy hol milyen fejlesztéseket terveznek a következő uniós ciklusban. A kerékpárút az mindig visszaköszön. Hát nagyon sok településen gondolkodnak kerékpárútban, ezért is örülök, hogy Szálka vonatkozásában is nem csak maga a település, hanem a kerékpárútaknál azt látom, hogy mindig annál nagyobb az értéke a kerékpárútnak, minél inkább rá tud egy nagyobb hálózatra csatlakozni. És itt is azzal szeretnénk majd ennek a 2,5 kilométeres szakasznak is az értékét megnövelni, hogy egy Szekszárdról ide vezető kerékpár útra csatlakozna rá. A következő uniós ciklus településfejlesztési pályázatai várhatóan már jövő tavasszal megjelennek.